Sziasztok! A Retyezát hegység lábánál, amíg történelmi Erdélyhez tartozó Hátszeg kisváros környékére vezetett az utunk ezúttal, amely egy kiváló stratégiai pont túrázás és kirándulás szempontjából. A rendelkezésünkre álló két napban várromokat, romkastélyokat, középkori templomokat, tavakat, vízgyűjtőket, barlangot, magas hegyi havas jeges átjárókat, és nem utolsó sorban, ami a mai videó témája is, meglátogattuk Románia első bölény rezervátumát, amelyet Hátszeg közvetlen szomszédságában hoztak létre a kihalás szélén álló európai bölények védelmére. 1958 őszén hozták ide az első bölénypárt Lengyelországból. Ugye a bölények Európa legnagyobb szárazföldi emlősei, a hím elérheti a 920 kg-ot, a nőstények viszont akár a 640 kg-ot is. A párosodás ideje augusztus-szeptember környékén esedékes, a vemhességi idő náluk 254, illetve 277 nap között ingadozik. A rezervátumokban akár 25 évet is elélhetnek, viszont szabadon, ahol 10-20 fős tordákban élnek, életidejük mintegy 14-16 esztendőre is lecsökkenhet. A bölények korábban szabadon legeltek Európa lombhullató erdeiben. Korábban a történelmi Magyarországon is élt európai bölény, vadászata Mátyás király korában még közönséges eseménynek számított. Az elmúlt évszázadokban élőhelyük azonban egyre csökkent, míg végül a vadon élő állomány teljesen kihalt. Az utolsó szabadon élő bölényt 1762-ben ejtették el Erdélyben. Napjainkban Románia területén több bölényrezervátumot is találhatunk, sőt már szabadon élő példányok is vannak. A hátszegi bölényrezervátum több mint 40 hektáron terül el, jelenleg 9 példányt találhatunk a rezervátumban, felnőtt példányok is borjak összesen. 2014 őszén sajnos az állatok között felütötte a fejét a kéknyelv kór, 7 egyed pusztulását okozva. A szakemberek szerint a legnagyobb problémát a bölények rendkívüli gyenge immunrendszere jelentette, ugyanis az összes egyed az 1958. november 12-én Lengyelországból hozott első bölénypár leszármazottja, utódai kivétel nélkül beltenyészet, azaz folyamatos vérfertőzés révén jöttek a világra. Egy ideig be is zárták a rezervátumot, de napjainkban minden nap látogatható. Jelenleg a rezervátumhoz vezető utat építik, ezzel is remélve, hogy nő majd az oda látogatók száma. Aki Hátszeg felülről szeretne eljutni a rezervátumba, az a szabály szerint a dupla záróvonal miatt nem térhet le a nemzeti útról a rezervátumba vezető, javítás alatt álló erdei útra, hanem el kell menni a következő település lehajtójáig, és ott fordulhat meg. Egy felnőtt jegy ára 9 ron, ami 2 euró körül van, egy diák vagy nyugdíjas jegy ára viszont 5 ron, ami 1 euró körül mozog. Most tél van, igaz, kicsit kopár a hely, de nyáron természetesen sokkal szebb, de ilyenkor is jó élmény ellátogatni ide, ha erre járunk, ne adjuk ki, különösen, hogy ilyenkor nem sok a legelni való, ezért a bölények az etető mellett tartózkodnak, ami a kerítés mellett van, így egészen közel lehet menni hozzájuk, és ha szerencsénk van, meg is simogathatjuk őket, habár a bölények nem igazán díjazzák ezt, különösen az alfa hím. Viszont van egy öreg bölény, amely nehezebben mozog és szelidebb is, ő inkább tolerálja az ide látogatókat, főleg ha meg is kínáljuk őt egy kis szénával. Reméljük fölkeltettük érdeklődésedet a bölényrezervátum iránt. Ha tetszett a videó, kérlek nyomj egy lájkot, osszátok meg, hogy mások is láthassák, és iratkozzatok fel a Csontavord YouTube csatornára. Köszönjük szépen, sziasztok!